Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, hálás a szívünk azért, hogy advent harmadik napján is elcsendesedhetünk a te szent házadban. Köszönjük, hogy a te szent jelenléted, ahogyan ígérted, itt van velünk. Te velünk vagy, Jézus Krisztus, ahogyan mondtad, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Köszönjük neked ezt az áldást, ezt a szeretetet, ezt az elkötelezettséget irántunk, amelyben te példát mutattál, Úr Jézus, hogy mi is a te nyomdokaidban járunk. Köszönjük, Atyánk, hogy bármit hozhat az élet, lehet szép és áldott napunk, lehet borús, mint ahogy a ma is, esős nap, és az lehet megterhelve nehézségekkel vagy fájdalmakkal, de ígéreted szerint te itt vagy velünk. És köszönjük, Istenünk, hogy bármi is történjék hozzád, mindig jöhetünk. És így jövünk a várakozás időszakában, advent harmadik vasárnapján is hozzád, készülve, Istenünk, advent negyedik vasárnapjára és egyben karácsony szent ünnepére, a te születésnapod megünneplésére, Úr Jézus. Kérünk téged, hogy segíts meg most minket, áld meg a te igédnek meghallgatását, de ne csak meghallgatását, hanem legyen az áldott befogadás is a mi szívünkbe. Hogy a te igéd magja belepújjon a mi szívünkbe, ott meggyökeresszen, fává nőjön, és gyümölcsöt teremjen, hogy jó cselekedetekben dicsőítsük meg a te nevedet, Istenünk. Segíts továbbra is elkötelezett életet élni, bármit is hozzon ez az élet, bármilyen megpróbáltatásaink vannak, bármilyen bűnökkel küzdünk, kísértések vannak az életünkben. Istenünk, ott vagy velünk, és segíts mindig hozzád menni. Segíts téged felmagasztalni. Segíts, Istenünk, hozzád jutni az élet gírbe-gurba útjain keresztül, de mégis látva azt, hogy te utat készítesz a te szent fiadban, Jézus Krisztusban, mennyei Atyánk. Így kérünk, hogy ma is készíts utat a mi szívünkhöz, és a mi szívünktől készíts utat hozzád, hogy hozzád járuljunk, téged magasztaljunk, téged hallgassunk, és legfőképpen téged kövessünk, szent fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, mennyei Atyánk. Kérünk téged az ő nevében, hallgass meg bennünket. Amen. A felolvasott ige szakaszból Máté evangéliuma első részének 23. versét szeretném a szívetekre helyezni. Íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Eddig a felolvasott ige, foglaljunk helyet. Úgy gondolom, hogy mindannyiunkra igaz az a mondás, illetve az a tény, hogy senki sem szeret közülünk hosszú távon egyedül lenni. Megtörténhet, hogy magányosak vagyunk, és egyedül érezzük magunkat, viszont az is igaz, hogy jó néha kiszakadni a mindennapi teendőktől, és elvonulni. Kicsit feltöltekezni, kicsit magunkban lenni. Elgondolkozni, milyen döntéseket akarunk hozni, milyen terveink vannak, vagy egyszerűen csak lenyugodni az élet terhei közepette, és talán Isten elé járulni. Itt azonban tisztázunk kell azt, hogy a magányosság nem ugyanaz, mint az egyedüllét. Amikor azt mondjuk, hogy magányos vagyok, vagy azt, amikor egyedül vagyok, ez egy keresztény ember számára nem ugyanazt jelenti, és nem is bír az egyik jelentőséggel. Mindjárt meg is értjük, hogy miért mondom ezt. Érezhetjük magunkat magányosnak. Ugye mindannyian voltunk már ilyen helyzetben, magányosak vagyunk, elhagyatottak, amikor azt éreztük, hogy nincsen segítségünk, nincsen, hogyan menjünk tovább az élet
dolgaiban, ez megesett. Ez megtörténik. Azonban számunkra, keresztény emberek számára az egyedül lét lehetetlen. Miért mondom ezt? Azért, mert ezt az ígéretet kaptuk megváltónktól és Urunktól, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát emberi szinten mondhatjuk azt, hogy egyedül lehetünk, tehát hogy nincs más ott velünk emberi alakban, fizikális módon, de hogyha erre az ígéretre tekintünk, akkor a keresztény életünkben egy pillanatra sem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus ott van velünk, és Jézus Krisztus most is ott van veled, és itt van velem is. Ő munkálkodik bennünk. Ő szól hozzánk. Ő lecsendesíti háborgó lelkünket, ami cikázó gondolatainkat. Ő az, aki megnyugvást ad, itt a templom csendjében is. Ő az, aki most munkálkodik bennünk, ebben az adventi harmadik vasárnapban, hogy ő rá figyeljünk. Figyeljünk arra, hogy mit akar mondani, mit akar tanítani. És az első és legfontosabb dolog, drága testvérem, az, hogy te soha, de soha, de soha nem vagy egyedül. Érezheted magányosnak magad, ez megtörténik, és megtörténhet, és meg is fog történni, de egyedül nem vagy. Tehát soha nem vagy egyedül, mert Krisztus, ahogyan megígérte, mindig velünk van. Máté evangélista le is jegyezte, amit az Úr kijelentett Ézsaiás próféta által Krisztusról, még jóval Jézus születése előtt, íme a szűz foga méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Tehát Máté rávilágít a név fontosságára, újra használja ezt az igét, ami Ézsaiás próféta könyvének 7. részében van megírva, több évszázaddal azelőtt, hogy Máté megírta volna evangéliumát, és a név így hangzik, Imánuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Miért olyan fontos ez, hogy velünk az Isten? Nagyon könnyen mondhatnánk azt, hogy Isten az ő fiában nincs is velünk. Miért? Azért, mert hogyha belegondolunk, kicsoda Isten, és ki vagy te, ki vagyok én, akkor azt lehet elmondani, és az ige tanítása alapján, meg gondolom, hogy a tapasztalataink alapján is, azt tudjuk, hogy Isten annyira szent, ő annyira félelmetes és hatalmas. Mi pedig vagyunk be őszintén, bűnösök vagyunk. Isten a szent, mi pedig bűnösök. Ki állhatna meg az Úr szent jelenlétében a maga érdemeiből, anélkül, hogy el ne pusztulna? Nem bírnánk ki egy pillanatra sem, ha Isten megjelenne itt akár ebben a templomban, mert ő annyira szent, hogy szerintem szétporladnánk az ő szent jelenlétében. Emellett óriási szakadék tátong Isten és ember között, amit nem lehet csak úgy áthidalni, nem lehet áthidalni emberi erővel, hatalommal, cselekedettel, hogy na majd én megmutatom, na majd én áthidalom azt a szakadékot, én majd tudok annyi jót tenni ebben az emberi életben. Nem lehet. Isten megtehetné, hogy elítéli ezt az emberiséget. És mindenkit átad az örök halálnak és pusztulásnak. Ő ezt megtehetné, mert van hatalma rá. Azonban ez nem az, amit Imánuel akar. Mert ő benne Isten nem távol van tőlünk, hanem ő benne Isten velünk van. Egy cseroki indián apa kivitte a fiát az erdőbe, bekötötte a szemét és ott hagyta, hogy kiállja törzsük férfivá válásának próbáját. Fiatalembernek egész éjjel egy fa rönkön kellett ülnie, anélkül, hogy levenné ezt a szemkötőt mindaddig, amíg át nem szűrődnek azon a reggeli nap sugarai. Nem lehetett senkitől sem segítséget kérnie. Ez szabály volt a férfivá válásnak a próbáján.
Az egyetlen dolog, ami járt ennek a fiatal embernek a fejében, hogyha kibírja az éjszakát, anélkül, hogy feladná, hogy levenné ezt a szemkötőt, akkor férfi lesz belőle. Fiatal ember félt. Ki ne fél, ugye? Ráadásul fiatalként a sötét az annyira ijesztő lett. De még felnőttnek is. Ráadásul még a szeme is be van kötve az embernek. Sok furcsa hangot hallott a fiatal ember maga körül az éjszaka sötétjében. És olyankor, mintha így fel lennének hangosítva ezek a hangok az ember fülében, az ember gondolataiban. Pláne amikor nem lát, akkor más szervek jobban kiéleződnek, hogy arra figyeljen. Így a hallás is például. Talán még vérszomjas vadállatok is lehettek körülötte, vagy gonosz emberek is, akik arra vártak, hogy elpusztítsák őt. Bántani akarták őt. Ráadásul azon az éjszakán erős szél fújt, ami rázta, rengette a fákat, de a fiú bátran folytatta a férfivá válás próbáját, nem vette le a kendőt a szeméről. Végül is csak így lehet férfivá válni. Végre egy ijesztő éjszaka után előbújt a nap. Megjelentek a fénysugarak, és végre levehette a szemkötőt. Ekkor vette észre, hogy az apja ott ül mellette a fatörzsen. Az apa egész éjjel őrködött, hogy megvédje a fiát minden veszedelemtől. Az apa ott volt mellette, bár a fiú nem is tudott róla. Kedves testvérem, ahogy látod, te sem vagy egyedül. Magányosan érezhetjük magunkat, de egyedül soha nem vagy. A legfélelmetesebb éjszakában, a legmélyebb sötétségben, a legnagyobb magányban veled van Isten, és vigyázz rá. Ott ül közvetlenül mellette életed fatörzsén. Kedves barátaim, mindnyájan átmentünk már nehézségeken ebben az életben. Te is tudod, mit jelent az, én is tudom, mit jelent az. Sajnos még lesznek is megpróbáltatások, nehézségek. Senki sem kivétel ez alól, egyikünk sem. Jézus nem ígért könnyű életet, nem mondta azt, hogy kereszténynél leszel, innentől kezdve az életed habos torta. Nem történik veled semmi baj az ég egyet a világon. Ilyet nem találok a Bibliában. Viszont azt megígérte, és az benne van a Bibliában, hogy velünk lesz. Bármi történik, velünk lesz, és velünk marad, és ő megsegít, és megszabadít. Egy idő után, egy napon elhozza a szabadulás óráját. Számodra is, és számomra is. Krisztus az oldalunkon áll, velünk van, testvéreim. Mert ő az egyedüli megoldás. Nincsen más. Mehetünk jobbra, mehetünk balra, futkoshatunk ide, futkoshatunk oda, segítségért. Jézus az egyedüli megoldás, és érdemes ráhallgatni. Fontos ráhallgatni. Ő benne, maga az Atya Isten van benne. Ő lehet életünk, családunk, munkánk, gyülekezetünk, népünk középpontjában is. Adja az Úr, hogy az ő szent jelenlétét tapasztaljuk meg, kedves barátaim, és vele együtt járjunk ebben az adventi időszakban, mert ha Isten velünk, akkor Krisztus kegyelme által áldásokat tapasztalunk meg a Szentlélek közösségében. Valamint megtapasztaljuk azt is, hogy még a nehézségek, a megpróbáltatások is a javunkra formálódnak. Nagyon érdekes, hogy keresztény ember életében nincs olyan, hogy folyamatos nehézség és folyamatos fájdalom és folyamatos elpusztulás vagy megpusztulás, lehet így mondani, hanem Isten egy idő után még a fájdalmakat, nehézségeket is a javunkra tudja formálni. Hogyan történhet meg ez? Például megtörténhet azáltal, hogy te átmentél egy nehézségen, Isten megszabadított, és egy, megérted azt a másik embert, aki hasonlóan megy keresztül, és rögtön ott van ez a szeretet, empátia,
hogy bele tudod érezni magadat az ő helyzetébe, Isten fel tud használni téged abban, hogy te szolgálj mások felé, azáltal a fájdalom által, a nehézség által, amiken te is keresztül mentél. És ez egy adott dolga az életnek, ez egy lehetősége annak, hogy azokon a megpróbáltatásokon, amiken átmentél, azokkal segíts másokon. Mert végeredményben erre lettünk elhívva, testvérek. Erre lettünk elhívva, hogy ahogy szeret az Isten, és ahogy velünk van az ő fiában, ezt tudjuk megélni mások felé is. Ebben a sokszor valljuk be szeretetlen, háborúval teli, visszájjal teli, akár a családi közösségben, akár emberi kapcsolatainkban, akár ország szintjén, országok szintjén, mert ma is vannak sajnos háborúk. De Isten azért jött, hogy az ő fiában újra és újra megmutassa, első, hogy szeret minket, és hogy ő benne velünk van. Ezért kérlek, drága testvérem, vidd magaddal a szívedben azt az igazságot ebben az adventi időszakban, hogy a mennyei Atya szeret téged, és veled van az ő fiában, Jézus Krisztusban. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, áldunk téged, hogy azt ígérted fiadban, hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy Jézusban találhatjuk meg életünk értelmét, igazi célunkat, és benne reménységünk lehet ebben az adventi időszakban is. Köszönjük, hogy Szent Fiad által életet adtál, és örök életet készítettél számunkra. Áldunk téged, hogy a benned való hit által kapjuk meg bűneink bocsánatát. Kérünk, add békességedet, szeretetedet a szívünkbe, ebben a fontos időszakban, karácsonyhoz közeledve. Kérünk, áld meg azokat, akik betegségekkel küzdenek. És Istenünk, áld meg azokat, akiknek most gyászban kell járniuk, mert kedves szerettüket vesztették el. Különösen kérünk Varga Sándor testvérünk családtagjaiért. Legyél őriző pásztoruk, vigasztalójuk. És imádkozunk azokért is, Istenünk, akiknek nincs békességük, mert háborúskodás, viszály van a kapcsolataikban, vagy éppenséggel háború túl az országukban. Kérünk, Jórunk, hozzá békét ezekbe az országokba. Hozzá békét ezekbe a kapcsolatokba. Kérünk, hozd el számunkra a gyógyulást, a békét, a szabadulást. És kérünk, segíts meg magyar népünket is. Áld meg bennünket, hogy továbbra is hinni és bízni tudjunk benne, tudva azt, mennyei Atyánk, hogy te velünk vagy, a te szent fiadban, Jézus Krisztusban. Az ő szent nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyet.